Borbély Levente nyerte a 14. fehérvári versünnepet, a második helyen Szabó Gergő, a harmadik helyen pedig Schneider Zaj Ákos végzett. A médiacentrumos díjat Vagyon Réka kapta, míg Bódis Boróka Ajsa vehette át a Szép Ő külön díját. Idén több mint 40 ifjú versmondó jelentkezett a 14. fehérvári versünnepre, akik közül 12-en jutottak be az április 13-ai döntőbe. A fiatalok március eleje óta a mentorok segítségével készültek a döntőre, amelynek a Városháza díszterme adott otthont. A döntő megmérettetésen a zsűri elnöke ezúttal is Kubik Anna volt, a tagok közt pedig Závodszky Noémi, Bobori Zoltán és Tornyai Gábor atya mellett Bakler Lajos, a Fehérvár Televízió szerkesztő műsorvezetője is értékelte a fiatalokat. A végső megmérettetésről készített felvételt április 21-én vasárnap láthatja majd mindenki a Fehérvár Televízióban. Lengyelország nemzeti tragédiájára, a katinyi mészárlás áldozataira emlékeztek szombaton reggel Székesfehérváron, a Jávorottó téri Katiny emlékkeresztnél. 84 évvel ezelőtt mintegy 22 ezer lengyel értelmiségit, tisztet és tisztségviselőt öltek meg a keleti Golgotán. Lengyelországban 2008 óta április 13. napja a katinyi vérengzés áldozatainak emléknapja. A lengyel és magyar nép közötti kölcsönös megértés és tisztelet jeléül 2012. márciusában avatták fel a székesfehérvári Jávorottó téren a Katiny keresztet. Az emléknapon főhajtással és néma koszorúzással tisztelektek a résztvevők. A város nevében Varga Tamás országgyűlési képviselő, Cserpalkovics András polgármester és Lerner Zsolt alpolgármester, valamint Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő közösen helyezte el az emlékezés virágait a kereszt előtt. A főhajtáson részt vettek és koszorúztak a székesfehérvári lengyel nemzetiségi önkormányzat tagjai is. 1883-ban, 140 évvel ezelőtt alapította a város a székesfehérvári SC Árpád szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma jogelődjét, mint városi ipari iskolát, mely idő alatt számtalan nevet viselt az intézmény. Az ipari iskolát alapítói a haladás, a tudásvágy, a szakmai kompetenciák és a munka szeretetének jegyében hozták létre, mely tulajdonságok azóta is fémjelzik az iskola hitvallását. Számtalan megújulás és újrakezdés jellemezte történetét, ami a mai rugalmasságát, az újra való nyitottságát és törekvését is bizonyítja az intézménynek. A jubileum alkalmából az iskola tanulói egy rendhagyó gálaműsorral készültek a meghívott vendégek számára. Mészáros Attila alpolgármester kiemelte, 140 évvel ezelőtt egy 20 ezer lakosú kisváros volt Székesfehérvár, azóta hatalmasat fejlődött, növekedett az intézmény és Székesfehérvár városa is. Az elmúlt 140 évben azonban egy kiemelkedő szerepe volt a város és Fehérvár megye ipara tekintetében ennek az intézménynek, hiszen már a kezdetek óta ipari tanonciskolaként, aztán már szakképző intézményként, aztán ma pedig már technikumként képez nagyon-nagyon sok fontos területen szakembert Székesfehérvárnak és a Vármegyének. Tette ezt az elmúlt 140 évben, és reméljük, hogy teszi még a jövőben is. Én hálásan köszönöm a mindenkori igazgatóknak, tantestületeknek, szülőknek, hogy ezt az intézményt választották, hiszen valóban a város ipari fejlődéséhez nagyban hozzájárultak az árpádosok az elmúlt 140 évben. Felavatták a Víz kapuja című alkotást a Velencei tó partján. A több mint 3 méter magas kapun keresztül lehet mostantól megközelíteni a tópartján található Pisztrán kempinget. A kapu a pázmándi Varga Norbert alkotása, aki több mint fél éven keresztül láncfűrésszel egy hatalmas tölgyfából faragta ki az alkotást, melynek jobb oldalát az egykori Kárpát-medence területén található Pannon-tenger, míg bal oldalát a Velencei tó élővilága inspirálta. Az avató ünnepségen El Simon László, a szobrász mellett a kempinget üzemeltető, a kaput megrendelő Simon László érdemeit is méltatta, mint fogalmazott, sok hozzá hasonló emberre lenne szükség a tó környezetében, akik tesznek a közösségért, és azért, hogy ismét fellendítsék a turizmust a Velencei tó környékén. Szerencsére van egy-két olyan kiváló vállalkozó a Velencei tónál, aki fontos tartja a környezetének a szépítését. Itt az én névrokonom, Simon László vásárolta meg a Pisztrán kempinget Gárdonyban, amelyet az elmúlt években csinosított, szebbé tett, komfortosabbá tett, és most eljutott odáig, hogy helyi alkotóknak a bevonásával egy-két érdekes dologgal is tegye vonzóbbá, változatosabbá, izgalmasabbá a helyszínt. Én itt a Velencei tó partján, Pázmándon egy Varga Norbert nevű
kiváló fafaragó, aki érdekes módon nem vésővel, nem késsel, kalapáccsal és a többivel végzi a munkáját, hanem láncfűrésszel, méghozzá világversenyeken is szerepel. A mögöttem látható kapu egyik érdekessége az, hogy az utolsó motívumig mindent láncfűrésszel faragott ki.